ne legyen túl főve, de meg is legyen főzve a hús sósága, és alapvetően az, hogy legyen a halásznének halíze. Néhány alapvető szempontot sorol fel Barsi Zoltán, a 26. Siomenti Országos Halfőző Fesztivál zsűri elnöke. Többek között ezek alapján döntötték el, hogy idén kinyerje meg a versenyt. A zsűri összesen 15 halászlé közül választotta ki a legjobbat. A halászlé kategóriában első helyezést Otter Attila nyerte. Otter Attila nem először viszi el a fődíjat. Ő azt mondja, bajai módon készíti a halászlevet, az egyszerűségre és a megfelelő arányokra esküszik. Hagyma, só, víz, paprika és hal. Mindössze ebből az 5 hozzávalóból készítette el a győztes ételt. Én mindenképp ponyból főzöm a halászlevet, most sem volt benne semmi más, csak ponty. Én alaplével főzöm, egy picit előfőzöm a hagymát, a ponyfejjel, farokkal. Vannak alapszabályok, amit érdemes betartani, tehát azért a paprikának kell egy kis zsír, hogy eloldódjon. Nagy trükk nincs ebbe. Hosszú, másfél éves kihagyás után a Siomenti Országos Halfőző Fesztivál volt az első rendezvény Sióalgárdon. Bár a megszokottól eltérően kevesebben vettek részt az eseményen, a jó hangulat így sem maradt el. És nagyon örülünk neki, hogy eljutott legalább eddig az országos helyzet, az, hogy megtartattuk korlátozások nélkül szinte, és mindenki szerintem annak örül az, hogy végre egy asztalhoz le tudunk ülni. Tudunk beszélgetni barátok, ismerősök, akár ismeretlenekkel is, és örülünk neki. A délelőtt folyamán a halászlé volt a főszerep, a nap további részében pedig több fellépő szórakoztatta a résztvevőket.